A világon összesen 19 magyar kulturális intézet működik, ezek közül egy az Európai Unió fővárosában, Brüsszelben. Az intézet különféle művelődési rendezvényeknek ad otthont, befogadó intézményként működik. Azt kell, hogy elmondjam, hogy úgy tudom, hogy Szerbiával kapcsolatban is, tehát a vajdasági magyarokkal kapcsolatban is nagyon erőteljes munka folyik ebben az intézményhálózatban, és remélem, hogy szépen tovább tudunk lépni. Én pozitívan hallottam eddig minden előrejelzést. Például már többször volt a vajdasági rendezvények. Nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon nagy az érdeklődés az eurokratákon belül is, hogy vajon milyen az az ország, aki szintén Európába törekszik, és az a közösség, akik a vajdasági magyarokat jelentik, hogy mi a szándékuk, hogyan akarnak. A tiroli módon, vagy a spanyol módon, de hogyan lesz ez az együttműködés? Hát nem olyan egyszerű ez az egész Európa. Az intézetben találkoztunk egy vajdasági fiatalemberrel is. A horgosi Kenyeres Rudolf gyakornokként dolgozik az intézetben. Jelentkeztem egy ösztöndíj programba, ez a közigazgatási ösztöndíj, aminek a keretén belül most 2 hónapot itt vagyok gyakornok a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben. Hát hogy mit is jelent ez a gyakorlatban igazából? Főleg a szervezésbe segítünk mindenféle itt megrendezésre kerülő programban. Gondolok itt akár a nyelvóráktól kezdve egészen a design vagy divatshow megnyitójáig. Úgyhogy igazából nagyon sokrétű, igazából emiatt is szeretjük, vagy emiatt is jó itt dolgozni, azon túl, hogy maga a környezet is olyan, ami szerintem nagyon szerethető, beleértve azt is akár, hogy Brüsszel mennyire multikulturális, meg magát a helyszínt. Én nagyon szeretem. Azt is megtudtuk, hogy hamarosan megnyílik a világ 20. Magyar Kulturális Intézete, mégpedig Belgrádban.